E vallomás után néhány napig nyugodtan értünk. Az apácák megint vidámak voltak, egyesek bókkal halmoztak el, méltatlankodva visszautasítottam. A főnöknő már nem került el, rám nézett, jelenlétem nem zavarta többé. Igyekeztem legyőzni iszonyomat, amit iránta éreztem, mióta szerencsés vagy végzetes kíváncsiságom közelebbről megismertetett vele. Rövidesen szótlanná vált, legfeljebb igent vagy nemet mondott, egyedül sétált a folyosókon, visszautasított minden ételt, vére meggyulladt, lázt kapott, amely nem sokára önkívületbe ment át. Ágyában egyedül engem vélt látni, beszélt hozzám, kért, hogy jöjjek közelem, a leggyöngédebb kifejezésekkel illetett. Ha valaki állt az ajtaja előtt, felkiáltott, ő ment erre, megismertem a lépését, hívjátok ide, nem, nem, hagyjátok! Különös dolog, hogy soha senki mással össze nem tévesztett. Hirtelen hangosan felnevetett, majd egy perccel később könnyekbe tört ki. Nővéreink hallgatagon körülvették, sokan belesírtak. Egyszerre csak azt mondta, nem voltam a templomban, nem imádkoztam Istenhez, fel akarok kelni, felöltözni, öltöztessetek fel. És amikor ellent mondtak neki, hozzátette, legalább adjátok ide a breviáriumot. Odaadták, s ő addig lapozott benne, amíg elfogytak a lapok, közben révedezve nézett maga elé. Egy éjjel egyedül ment le a templomba, de néhány nővér utána sietett, leborult az oltár elé, nyögött és sóhajtozott. Hangosan imádkozott, aztán kijött és azt mondta, hívjátok ide! Ő oly tiszta lélek, oly ártatlan teremtés, szeretném, ha ő is velem imádkoznék. Majd az egész zárdához intézte szavait, és az üres padok felé fordulva így kiáltott. Menjetek, távozzatok mindnyájan, hadd maradjon egyedül velem. Ti nem vagytok méltóak rá, hogy mellette legyetek. Ha a ti szavatok elkeveredne az övével, a ti szentségtelen tömjénetek Isten előtt megkeseríteni az ő édes tömjényét. Távozzatok, távozzatok! Majd arra buzdított, hogy kérjem az ég segítségét és bocsánatát. Ő Istennel társalkodott, úgy látta, hogy az égen villámok cikáztak, feje fölött megnyílik a dörgő menny, bősz angyalok szállnak alá. Az Istenség tekintete megremegteti, és ő ide-oda szaladgált, bebújt a templom homályos zugaiba, irgalomért esdekelt. A földre tapasztotta arcát, s ott elszunnyadt, meg is betegedett a nedves helytől. Félholtan vitték vissza a cellájába. Másnap nem tudott a rettentő éjszakai jelenetről. Hol vannak nővéreink? Kérdezte. Senkit se látok, egyedül maradtam ebben a házban, elhagytak valamennyien, még Teréz is. Jól is tették. Minthogy Szüzen már nincs itt, kimehetnek, én is kimegyek, úgysem találkozom vele. Ó, ha találkoznék vele. De már nincs itt, ugye? Ugye nincs itt? A boldog a rendház, ahova elment. Mindent elmesél majd új főnöknőjének. Vajon mit gondol majd rólam? Teréz nővér meghalt? Hallottam, hogy a holtakra harangoztak egész éjjel. Szegény leány, örökre elveszett, és én, igen, én. Egy napon szembesítenek majd vele, és akkor mit mondok neki? Mit felelek neki? Jaj, neki, jaj, nekem. Máskor meg azt mondta, visszajöttek nővéreink? Mondják meg nekik, hogy nagyon beteg vagyok. Emeljétek fel a párnám, fűzzetek ki. És itt úgy érzem, hogy valami szorít. Horva a fejem, vegyétek le ezt a főkötőt, ne akarok mozdani, hozzatok vizet, öntsetek, még öntsetek. A nővérek bőre fehér, de azért a lélek szennye megmaradt. Szeretnék meghalni, ó, ha meg se születtem volna, sose találkozom akkor vele. Egy reggel a cellája mellett találták medít láb egy szál ingben, borzalmasan üvöltözve, tajtékos szájjal, össze-vissza szaladgált, betömte a fülét, lehúnyt a szemét és testét a falhoz szorította. Távozzatok ettől az örvénytől, halljátok ezeket a kiáltásokat, a pokol szava ez, látom, hogy mély tűzgödörből tör fel, a tűz közepéről hallom, hallom az engem szólító hangokat, Istenem irgalmaz nekem. Gyerünk gyorsan, gyorsan, harangozzatok, hadd jöjjön egybe az árda népe, mondjátok meg, hogy imádkozzanak, értem, én is imádkozni fogok. De alig virrad még, nővéreink alusznak, egész éjjel le se untam a szemem, aludni szeretnék, de úgyse tudnék. Az egyik apáca azt mondta neki, asszonyom bizonyára bántja valami, ossza meg velem a bánatát, talán megkönnyebbül. Agáta nővér, ide figyeljen, lépjen közelebb hozzám, még közelebb, nem szabad, hogy mások meghallják. Mindent, igazán mindent feltárod, de őrizze meg a titkot. Látta őt?
Kit asszonyom? Ugye senki sem olyan szelíd, mint ő. Milyen járás, micsoda illemtudás, micsoda nemesség, micsoda szerénység. Menjen hozzá, és mondja meg neki. Ne menjen, ne mondjon semmit. Úgy sem tudná megközelíteni. Az ég angyalai virrasztanak körülötte. Láttam őket. Maga is látni fogja. Agáta, bizony. És megrémül tőlük, mint én. Maradjon! Ha oda megy, mit fog neki mondani? Találjon ki valamit, amit ő nem pirul el. Asszonyom, ha a gyóntatónktól kérne tanácsot, talán... Igen, igen, de mégsem, nekem. Tudom, mit fog mondani, annyiszor kérdeztem. És mit mondjak neki? Ó, ha elveszíteném emlékező tehetségemet, bár visszasüllyedhetnék a semmibe, vagy újra születnék. Ne hívjatok gyóntatót! Jobb szeretném, ha Jézus Krisztus kínszenvedéseiről olvasnátok. Olvassa! Lélegzeni kezdek. Csak egy csepp vére is megtisztítana. Látja? Sugárban ömlik az oldalából. Borítsa fejemre ezt a szent sebet. Rám ömlik a vére, de nem marad rajta. Elkárhozom. Vigyétek el a feszületet. Hozzátok vissza! Visszaadták neki. Karja közé szorította. Összecsókolta és hozzátette, ehhez az ő szeme, az ő szája. Mikor fogom viszont látni? Mondja meg neki Agáta nővér, hogy szeretem. Írja le, milyen állapotban vagyok. Mondja meg, hogy meghalok. Eret vágtak rajta, fürdőket adtak, de az orvosságok, mintha csak növelték volna a baját. Nem ismerem leírni mindazokat a szemérmetlen dolgokat, amelyeket elkövetett, a rettenetes beszédeket, amelyek elhagyták száját önkívületében. Minden pillanatban homlokához emelte kezét, mintha gyötrő képeket akarna elkergetni. Ki tudja, micsoda képeket? Fejét párnába fúrta, arcára borította takaróját. A kísértő, mondta, ő az. Milyen különös alakot vett fel, hintsetek meg szentelt vízen, még... Hagyjátok, már nincs itt. Be kellett zárni, de börtönét nem őrizték eléggé, mert egy napon sikerült kiszabadulnia, széttépte ruháit, mezítelenül futott végig a folyosókon, csak széttépett kötelékének két vége csüngött le karjáról, így kiabált, a főnöknőtök vagyok, fogadalmat tettetek, mind engedelmeskedjetek, bezártatok, boldogtalanok, ez a hála jóságomért? Megsértenek, mert túl jó vagyok, de nem leszek az többé. Tűz! Gyilkos, tolvaj, segítség! Ide Teréz, ide Szüzán! Elfogták és visszavitték börtönébe, miközben azt hajtogatta. Igazatok van, sajnos igazatok van, megőrültem, érzem. Néha úgy látszott, mintha mindenféle kínzások képe gyötörné. Nőket látott kötéllel a nyakukon, hátrakötözött kézzel, fátylával a kezükben, csatlakozott a vezeklőkhöz, azt hitte, kivégezni viszik, és azt mondta a hóhérának, megérdemeltem a halált, megérdemeltem, bár ez a kín lenne az utolsó, de egy örökké valóságon át, örökké való tűz. Mindez szó szerint igaz, de képtelen vagyok elmondani mindent. Elpirulnék bele, ha ezzel kellene bepiszkítanom a papírt. Miután hónapokig élt ebben a síralmas állapotban, végre meghalt. Micsoda halál, Márki úr. Láttam a bűn végső kétségbeesését az utolsó órában. Úgy érezte, hogy ördögi szellemek veszik körül, akik lelkére várnak, hogy hatalmukba kerítsék. Folytott hangon ezt mondta, itt vannak, itt vannak. Jobbról és balról szembeszegezve velük a feszületet, melyet kezében tartott, és üvöltve kiáltozott. Istenem, Istenem! Teréz nővér hamar követte. Új főnöknőt kaptunk, öreget, babonásat, és mindig rossz kedvű apácát. Azzal vádolnak, hogy megbabonáztam elődjét, ő elhiszi, és újra kínozni kezdenek. Új gyóntatómat is üldözik felettesei, és ő beszél rá, hogy szökjem meg a zárdából. Szökésem elhatározott dolog. 11 óra és éjfél között a kertbe megyek. Kötelet dobnak át a falon, magam köré hurkolom, de elszakad és lezuhanok. Lábamon és derekamon súlyos zúzódásokat szenvedek. Második, harmadik kísérletem végre a fal magasságába emel, lemászom. Meglepetésem nagy. A postakocsi helyett, melyet reméltem, közönséges utcai batár várt rám. Egy fiatal bencés baráttal indulunk Párizsba. Szemtelen hangján és támadó viselkedésén azonnal észrevettem, hogy nem tartják be a feltételeimet.
Most kezdem csak sajnálni elhagyott cellámat, és érezni helyzetem minden rettenetességét. Le kell majd írnom a kocsiban lejátszódó jelenetet. Milyen jelenet, micsoda ember, kiáltok, a kocsis segítségemre siet. Vad dulakodás a kocsis és a barát között. Párizsba érkezem. A kocsi szűk utcában áll meg, szűk ajtó nyílik egy piszkos sötét folyosóra, a szálló tulajdonos nője elém jön, és a legmagasabb emeleten helyez el egy kis szobában, amelyben épp csak a legszükségesebb bútorok állnak. Az első emeleten lakó asszony meglátogat. Ön fiatal, biztosan unatkozik, kisasszony. Jöjjön le hozzám, férfiak és nők kellemes társaságát találja nálam. Igaz, nem mind olyan kedves, mint ön, de mind majdnem épp oly fiatal. Beszélgetünk, énekelünk, játszunk, táncolunk. Mindenféle szórakozásban bőven lesz része. És ha minden gavallérunk fejét elcsavarná, akkor sem fognak megharagudni érte hölgyeink. Féltékenyek sem lesznek, ezért kezeskedem. Jöjjön, kisasszony! Aki így szólt hozzám, idősebb nő volt, pillantása gyengét, hangja édeskés, de ajánlata meglehetősen egyértelmű. Körülbelül 2 hetet töltöttem ebben a házban, minden pillanatban kiszolgáltatva aljas szöktetőmnek és egy gyanús hely minden lármás jelenetének. Állandóan ezt a pillanatot lestem, amikor megszökhetnék. Végre egy napon elérkezett az alkalom, késő éjjel volt. Ha zárdám közelében vagyok, visszatérek oda. Futottam, anélkül tudtam volna hova. Férfiak szólítottak meg, elfogott a rémület. Félájultan a fáradtságtól egy gyertyaöntő boltjának küszöbére rogytam le. Felemeltek, és amikor magamhoz tértem, egy ócska ágyon találtam magam, és többen körülálltak. Kérdezték, ki vagyok. Nem tudom, mit válaszoltam. Mellém adták a ház szolgálóját, hogy kísérjen haza. Elfogadtam a karját, és mentünk. Már régen mentünk, amikor a leány megkérdezte, kisasszony, tudja egyáltalán, hogy hová megyünk? Nem, gyermekem, talán a kórházba. A kórházba. Hát megszökött hazúról? Sajnos igen. De mit tehetett, hogy ebben az órában elkergették? Itt vagyunk a Szent Katrin kapujában. Próbáljuk meg, hát ha kinyitják. Ne féljen semmitől, legfeljebb velem alszik majd, de nem hagyom az utcán. Visszatértem a gyertyaöntőhöz. A szolgáló megijedt, amikor látta a zúzódásokat a lábamon, amelyeket az árdából történt szökés közben szereztem. Itt töltöttem az éjjelt. Másnap este felé visszatértem a Szent Katrinbe. 3 napig maradtam ott, de azután kijelentették, hogy vagy bemegyek a városi kórházba, vagy elfogadom a legelső kínálkozó munkaalkalmat. A Szent Katrinben mindenki részéről, férfiak és nők részéről egyforma veszély fenyegetett. Úgy mondták, hogy ide járnak a város szabados erkölcsű férfiai és vénasszonyai új áldozatokért. De még a nyomor sem tette csábítóvá azokat a durva kísérleteket, amelyeknek ki voltam téve. Eladtam holmimat és helyzetemhez illő rongyokat vettem helyettük. Egy mosónő szolgálatába léptem. Most is nála lakom. Fehér neműt vasalok, napjaim kínosan telnek, rossz a kosztom, rossz a lakásom, rosszul alszom, de legalább emberi módon bánnak velem. Gazdasszonyom férje fuvaros, a felesége kicsit goromba, de becsületes asszony. Eléggé tűrhetőnek találnám sorsomat, ha remélhetném, hogy békében élvezhetem. Megtudtam, hogy a rendőrség elfogta szöktetőmet, és visszaadta a felettesei kezébe. Szegény, sokkal sajnálatra méltóbb, mint én. Szökése nagy botrányt okozott. Ön nem ismeri ezt a kegyetlenséget, amely a rendházak a botrányokozókat büntetik. Élete végéig börtönbe zárják, és ez lesz az én sorsom is, ha elfognak. Csak hogy ő tovább fogott élni, mint én. Zuhanásomból eredő fájdalmaim csak most kezdenek kiújulni, lábam dagad, mozdulni sem tudok. Ülve dolgozom, mert alig bírok állni. Pedig félek, hogy meggyógyulok, mert akkor mit fognak mondani? Miért nem járok ki? És ha megteszem, hányféle veszedelemnek teszem ki magamat. Szerencsére még van egy kis időm. Rokonaim, akik bizonyára sejtik, hogy még Párizsban vagyok, bizonyára mindenfelé kerestetnek. Elhatároztam, hogy elhivatom Manúri urat padlásszobámba. Kérem és követem tanácsát. De meghalt közben. Állandó rettegésben élek, és a legkisebb zajtól, amely a házból, a lépcsőházból, az utcáról beszűrődik, elfog a rémület.
Remegek, mint a faleréll, térdeim felmondják a szolgálatot, úgyhogy munkám kiesik a kezemből. Egyetlen éjszaka sem alszom, vagy csak nagyon éberen. Álmomban beszélek, kiabálok, sikoltok. Nem is értem, hogy azok, akik körülöttem vannak, még nem értették meg, hogy mi van velem. Úgy látszik, hogy szökésem most már köztudomású, mint ahogy el is várhattam. Egyik társam elmondta tegnap gyűlöletes körülményeket említve, és rettentő megjegyzéseket fűzve a meséhez. Szerencsére éppen nedves ruhát teregettem a padláson, és hátat fordítottam a lámpának, úgyhogy nem vette észre zavaromat. De gazdaasszonyom látva, hogy sírva fakadok, megkérdezte. Mi baj, Marie? Semmi, feleltem. Ugyancsak nem olyan buta, hogy sajnál egy erkőstelen, vallástalan, rossz apácát, aki beleszeretett valami ronda barátba és elszökött a kolostorból. Nincs jobb dolga, mint az ilyeneket sajnálni. Akad bőven enni és inni valója, csak aludni és imádkoznia kellett. Nagyon jól megvolt ott, ahol volt. Miért nem maradt nyugton? Csak egyszer vagy kétszer mosott volna a patakban ebben a szörnyű időben, majd kibékülne helyzetével a kolostorban. Valami olyat feleltem, hogy az ember csak a saját szenvedéseit ismeri. Jobban tettem volna, ha hallgatok, mert ezt a választ kaptam. Eredj már! Valami cafat, akit Isten meg fog büntetni. Mélyen asztalon fölé hajoltam, és addig maradtam így, amíg a gazdaasszonyom megkérdezte tőlem, de Marie, mit spekulálsz? Ha alszol, nem haladsz a munkáddal? Sohasem volt meg bennem az árdai szellem, és ez meg is látszott rajtam. De a kolostorban mégis megszoktam néhány mozdulatot, amelyeket gépiesen ismételek. Például a harangoznak keresztet vetek, vagy letérdelek. Ha ajtómon kopognak, ávét mondok. Ha kérdeznek, minden válaszom igen vagy nem kedves anyám, vagy kedves nővérrel végződik. Ha idegen jön közelembe, karomat keresztbe teszem mellemen, és ahelyett, hogy térdet hajtanék, meghajolok. Társaim nevetnek, és azt hiszik, hogy az apácát utánozom. De lehetetlen, hogy soká ezt higgyék. Egy szép napon zavarodottságom elárulhat, és akkor elvesztem. Uram, siessen segítségemre. Bizonyára azt kéri tőlem, mit tehet értem. Íme nem sokat kérek. Valahol szobalányi vagy házvezetőnői állást szeretnék kapni. Esetleg egyszerű cselét helyett, hogy ismeretlenül élhessek vidéken, rendes embereknél, akik nem fogadnak sok nagyvilági szemét. Mindegy, hogy mit fizetnek, csak biztonság, nyugalom, kenyér és víz legyen. Biztos lehet benne, hogy meg lesznek elégedve szolgálataimmal. Megtanultam atyám házában dolgozni és az árdában engedelmeskedni. Fiatal vagyok, igen szelíd a természetem, és ha lábam meggyógyul, minden munkára elég erős leszek. Tudok varni, fonni, hímezni, mosni. Mikor kint éltem a világban, magam javítottam csipkéimet, bizonyára hamar belejönnék újra. Nem vagyok semmiben sem ügyetlen, és nem vetek meg semmiféle munkát. Jó hangom van, tudok kottát olvasni. Elég jó zongorázom ahhoz, hogy szórakoztassak egy asszonyt, aki ezt szereti, sőt, taníthatnám is a gyermekeket. De félek, hogy az ilyen magasabb rendű nevelés jelei elárulhatnak. Ha meg kellene tanulnom a fodrászatot, úgy hiszem, jó ízlésem van, egy mestertől hamarosan elsajátíthatnám ezt a foglalkozást. Uram, elviselhető életet szeretnék, akármilyet. Ennyit kívánok csupán, semmi többet. Erkölcseim felől nyugodtan jót állhat. A látszat ellenére erényes vagyok, sőt, mélyen vallásos. Úram, semmi bajom se lenne, és nem kellene félnem az emberektől, ha Isten akkor meg nem akadályoz benne, hogy a mély kútba vessem magam. Hányszor néztem a mélyébe? Ha nem vetettem bele magam, csak azért történt, mert mindenki ezt kívánta. Nem tudom, mit tartogat számomra a sors, de ha egy nap visszavinnének az árdába, akármelyikbe is, nem felelek többé magamért. Mindenütt van kút. Uram, legyen jó hozzám, és ne okozzon saját magának késő bánatot.